Ha megnézzük ezt a néhány lekérdezést, akkor ezek logikai sorrendben vannak szervezve. Az első néhány lekérdezés a 22. oldaltól kezdődően az egy egyszerű select, egy táblás adatbázisból válogat. Még mindig egy táblás adatbázisok vannak, utána amely már elvégez valamilyen műveletet, tehát valamilyen agregáló függvényt használ, lehet látni summa, AVG, min, max, tehát a szokásos egyszerű függvényeink, amelyeket a Excelben is már megismertünk, jól megismertünk. Ezután jönnek a szűrések, megismerjük a Wells záradékot, amely a szűrés lehetőségét biztosítja a select belül, tehát le tudunk válogatni. Ezt már ilyenkor már általában nem egy táblás adatbázist használunk, hanem több táblával dolgozunk. Lehet is ezt még most itt nem, mert ez egy táblából dolgozik, de két mező szerepel a táblában. Még mindig egy tábla. Hát ez a kicsike kis adatbázis jelen pillanatban még mindig csak egyetlen táblával, a dolgozó táblával dolgozik, de majd a következőben megjelenik egy következő tábla is. Csoportosító lekérdezés a Group By és a Having záradékot, valamint a rendezést is tartalmazhatja az Order By-jal. Ha megnézzük, a csoportosításnak értelme az, hogy általában szintén agregáló függvényeket használunk a csoporton belül, illetve hát lehet növekvő és csökkenő rendezést alkalmazni, ez is itt szépen le van írva az adott feladatban. Itt egy apró hibát látok, ezt majd javítani fogom, az ugye ez a darabszámhoz tartozik. A következő lényeges elméleti rész, táblák összekapcsolása.